Viktor Mikita a közelmúltban Kijevben egyeztetett Volodymyr Kudrickijjal, az Ukrenerho állami energiaszolgáltató vezérigazgatójával. Ennek eredményeképpen a régió pótlólagosan több megavatnyi áramkapacitást fog kapni, számolt be róla a közösségi oldalán a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője. A rendkívüli áramszünetek miatt nehéz a helyzet vidékünkön, a lakásokat nem tudják fűteni az emberek. Tisztában vagyunk vele, hogy minden megye számára nehéz a helyzet, de még Kárpátaljáért vagyunk felelősek. Sokat takarékoskodtunk, ami most végre meghozta a várva várt eredményt. Kárpátalja több áramot kap, ami azt jelenti, hogy stabilabb lesz az áramellátás a háztartásokban, az infrastrukturális létesítményekben és a vállalatoknál, mondta a megyevezető.